Éva, te tőzsgyökeres csepeli vagy. Igen. Mi a helyzet most ott Csepelen? Elsősorban politikailag érdekel. Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés, mert Csepel az most egy háború szintérnek Na. felel meg körülbelül. Hát bizonyára ti is hallottátok, hogy kitört a háború ugye a Németh Szilárd és a jelenlegi polgármester között. Nyilván mind a kettőnek elég komoly érdekeltségei vannak Csepelen belül, és mindegyik a maga hatalmát, vagy a maga nagyságát szeretné, hogy mondjam, növelni. Ez a helyes kifejezés. Ezzel szemben viszont én egy civil mozgalommal szeretnék újra. Nem csak szeretnék, hanem fogok. Tehát egy civil mozgalommal, a szolidaritás mozgalommal fogok indulni. Én többet szeretnék azért Csepelért tenni, mint az eddigi lehetőségek, vagy a lehetőségeim. És én azt gondolom, hogy ki a pártokkal az önkormányzatokból. Mikor ott voltam a legutolsó ilyen közmeghallgatáson, illetve ezen a lakossági meghallgatás. Lakossági fórum. Minden mondjad, hogy mik szoktak lenni. Testületi gyűlés. Közgyűlés. Szóval a legutolsó közgyűlésen akkor is teljesen egyértelmű volt az, hogy tulajdonképpen a pártoknak a csatáját az emberek isszák meg a levét. Tehát a pártok csatájának az emberek isszák meg a levét. Mert itt vannak ugye pártfegyelmi dolgok, meg szóval vannak olyan dolgok, amik miatt egy párt, vagy ami vonalán egy párt működik. Én ezt teljesen elvetem most már, mert hiszen az a cél, ugye, hogy az embereknek legyen jobb, és legyenek olyan megvalósítások. Természetesen most is vannak, tehát azért nem lehet amellett elmenni, a jó dolgok mellett sem szabad elmenni, ami most történt, vagy történik, vagy történt eddig. Tehát a jók elismerése mellett újabb és egy kicsit más irányba kellene elindulni. Nekem ez a célom, és... Mindenképpen beszéljünk még arról, hogy mi jó Csepelen, és mi az, amit fejlesztendőnek látsz. De szeretném megkérdezni Gyulát, és aki játsz meglepetés módon tőzsgyökeres szigetszentmiklósi, hogy nálatok mi a helyzet, mi van most politikailag, és neked mi az elképzelés adott helyben. Na, szóval tudnatok kell, hogy Szigetszentmiklósnak a specifikum az, hogy az agglomerációval van. Tehát Budapesthez nagyon közel van. Olyannyira szomszédos, vannak közös utcáink is, például az utcának az egyik oldala Csepel, a másik oldala pedig Szigetszentmiklós, mondhatnám a Tihanyi úti lakóparkot, vagy a Szent Miklós útját, vagy a és egyéb ilyen lehetőségek vannak még ott, hogy mondom, tehát tavakról beszélsz. Akár, és de tudnánk akár mondani egyfajta szimbiózisban és a későbbiekben az önkormányzati választásokkor, hát együtt dolgozni. Bocsánat, hány lakosról beszélünk a két település? Szigetszentmiklós 41 ezer fős. Csepel viszont 75 ezer, lehet 73 ezer, tehát azért az egy komoly 100 ezeres, igen. De muszáj még egy kis érdekességet elmondani, hogy például Csepelnek most az egyik része, ez a Királyerdő, Csepeli strand környéke, az valamikor Szigetszentmiklósé volt. A Szigetszentmiklós közigazgatása volt. Az 50-es évek környékén lett aztán átpatintva Budapestnek, és lett aztán végül budapesti kerület belőle. Jelzem, nem elébe szaladva a dolgoknak, hogy ha egyszer a lakosság egy önkormányzati választáskor engem helyzetbe hozzanak helyzetbe, akkor Csepelnek most is van egy területe, az előbb által említett Tihanyi úti lakópark, ami életszerűen Csepelen laknak. Oda járnak vásárolni, iskolába, óvodába, oda járhatják a gyerekeiket, mert életszerűen Csepelhez tartozik. Szerencsétlenül, hogy el kell jönni egy szakorosi rendelőbe, egy főpostára, kilométereket, buszmegállónyi távolságokat kell nekik megtenniük, hogy eljussanak a város közepébe Szigetszentmiklós, ahol ott ők inkább csepeliek. De hát ez majd egyszer majd évvel egy közös beszélgetés témája lenne. Tehát agglomerációhoz tartozunk, aminek ugye megvan a maga előnye, megvan a maga hátránya. Mi az előnye? A munkába járás, a munkalehetőségek adottabbak ilyen tekintetben, szerencsék, kegyelmi állapotban a Szigetszentmiklós lakossága. Na de az odajutás, a közlekedés. Hát éppen ezt akartam hát mondani, ez egy olyan anomália, egy olyan katasztrófa, amit a jelenlegi mostani szigetszentmiklósi vezetés
és mindjárt átadom utána persze szót az Évának, és megmondom, ők is küzdenek ilyen hasonló probléma Csepelen. Nem nézve a város lakosságának ezt a fennálló, régre visszanyúló problémát a közlekedés, hogy nem lehet bejutni, nem lehet hazajutni, órákat jutnak haza az emberek Cseperről, Budapestről. Hát két út van, ugye, ami bevezet nagyjából. Hát tulajdonképpen igen, mondhatjuk a harmadikat, hogyha kerülve kicsit Dunaharaszti felül jönnek, az 51-esen felül, de hát ott is az egy borzalmas része, hogy a Szemiklósra bejönnek, és a Csépi útra bejönnek. Na mindegy, ne veszünk el a részletekbe, de nem mondanám, ha nem lenne ez probléma. De nem foglalkozva ezzel a Miklós jelenlegi önkormányzat, amiben majd megér egy kis beszélgetés még, hogy milyen önkormányzatról is beszélünk, egy úgynevezett ragadványnevek vannak Miklóson, Felső Tag, Buckarész, és van egy nagylaposi dűlőnek nevezett eddig minőségi föld, minőséggel rendelkező szántó volt ez. Ezt most odaadták a Tesco közép-magyarországi régiójának a központi logisztikai bázisának. Ez nem hangzik jól. Ez nagyon nem hangzik jól, egy szigetre betenni egy ilyet, ami előrejelzések szerint napi 500-1000 kamiont jelent arra a közlekedési anomáliára, ami éppen most van. Ami már most nem bírja el, a jóval... És ezt a jelenlegi önkormányzat engedélyezte. Nem hogy engedélyezte, hanem vastagon közben volt. Ugyanis élünk a gyanúperrel, és ennek bármikor vállom az ódiumát, amit most mondom, olyan sikerdíjakat kaptak ott a beruházótól, ami miatt ők érdekeltek voltak a lakosság, ugyan nem, mert a én kérdésemre egy ilyen közmaghallgatáson megkérdeztem a jegyzőasszonyt, hogy mondja már meg, hogy mennyi iparőzési adót fogunk kapni ezektől. Aztán ők ezt nem tudják. Mire adták ki? Mi van a környezetszennyezéssel? Mi van a zajterheléssel? Mi van a közlekedési anomáliával? Mi van azzal a földdel, ami... Kivontunk 69 hektárt kivontunk a mezőgazdasági termelésből. Most, amikor 1000 forint egy kiló kenyér. És meg több lesz. Igen. Földekről én is tudok, illetve hát tulajdonképpen jó néhány érdekeltségről tudok, akik fölvásárolják a Duna melletti részeket vagy földeket. De az inkább beépítés miatt, azért Csepel nem egy mezőgazdasági terület. Hát nem, de ez a része például a Hárosról beszélek többek között, igen. Ugye, ez amelyik egy eléggé elhanyagolt, és ez egy nagyon Csepel egyik szégyenfoltja, hogy így mondjam. És ott is ki akarnak lakoltatni embereket, külföldi cégeknek adtak már el területeket, tehát szintén kapcsolódva ugye ehhez a beruházáshoz. Ezért is van az egyébként, hogy Csepel és Sziget-Szentmiklós nagyon sok mindenben tud együttműködni, hiszen annyira közel vagyunk egymáshoz, és annyira a Duna révén is annyira közös, jó néhány közös probléma van, amelyet majd együtt kell tulajdonképpen kezelni, hogy én nagyon bízom benne, hogy az emberek, akik nekünk lehetőséget fognak adni arra, hogy megvalósítsunk olyan terveket, amik most a jelenlegi pártpolitikai harcok miatt egész egyszerűen szóba se kerülnek, nemhogy megvalósuljanak. Egyébként tudtak arról, létezik valamilyen egyeztető fórum a két önkormányzat között, vagy bármilyen testület, koordináció? A válaszom az, hogy ne legyünk teljesen igazságtalanok. Azt kell mondjam, hogy egy egész normális szimbiózis van a két, nem csak a mostani Sziget-Szentmiklós önkormányzat és a mostani Csepeli önkormányzat, hanem az ezt megelőző ciklusban is voltak egyeztetések, itt leginkább az óvoda bölcsőde mizéria volt, hogy a Csepelhez közel lakók, a Csepelhez Sziget-Szentmiklós közel lakóknak, a gyerekeik hova járjanak, óvodába, iskolába. Azt is hozzá kell tegyem, hogy jelenleg Sziget-Szentmiklóson Isten igazából óvodai, bölcsődei, iskolai férvei elhelyezési problémával nem küzdünk, de most is éppen szeptemberre egy új iskolát adunk át, és egy új óvodát. Na, ezzel az óvodával egy kicsit még várunk, ez legyen csak ígéret, de az tény, hogy egy olyan 50-60%-os készültségi állapotban van. Ez mind a kettő a Temesvári utcai iskolai óvodáról beszélünk. Tehát kérdésedre nem megkerülve és válaszolva, igen, voltak mindig egyfajta egyeztetések, meg tudtunk egyezni Csepel és Sziget-Szentmiklós esetében ilyen problémakörökben. Valahogy nekem mindig volt egy érzésem, és abszolút szentimentális, és maga, hogy egy ilyen testvérvárosi kapcsolatban voltunk mi mindig egy valami Csepellel, de hát azért, mert annyira egymás mellett vagyunk, egymás fenekében vagyunk már, hogy így mondjam, hogy egyszerűen ezt nem tudjuk kivédeni, és mindenkinek jó felfogott érdeke, hogy ez a fajta közös együttműködés
Szerintem egyébként a legjobban felfogott érdekünk az, hogy végre a civilek vegyék át gyakorlatilag az irányítást, és én efelé is szeretnék lépni, hogy mindenképpen, tehát ki a pártoknak a hatalmából, a vitatkozásaiból, az elméleteiből civilek legyenek az önkormányzatokban, akik teljesen függetlenül, hogy mi van, ki van hatalmon, mit akar párt szempontból, az emberek a helyi érdekeket tudják képviselni. Ez szerintem magasan a legfontosabb, akárhol vagyunk most, akár Csepelen, akár Szigetszentmiklóson. Én ezért fogok dolgozni, és remélem, hogy nagyon sokan fognak ebben támogatni engem, hiszen az elmúlt időkben a választások kapcsán is ugye kiderültek azok azok az ellentétek, amik nemhogy nem segítenek, hanem kifejezetten hátráltatják a lehetőségeket. Te ezzel egyetértesz? Éva, nagyon egyetértek veled. Pár színekbe fogsz indulni, vagy egy egyesületi színek? Civil szervezettel fogok indulni, mert civil szervezetünk az eredeti ellenzék egyesület, itt az eredeti a hitelességet próbálja demonstrálni. Mert most már elég volt, hogy mindenféle, mert most is, tehát jól megérezték a mostani húzó pártok, hogy miután abszolút leszerepeltek, mert leszerepelt pártokról beszélünk, úgy a jobb és bal oldalon, mint a két oldalról beszélünk, hogy ezzel most nagy baj van, ugye a Fidesz esetében ugye itt az infláció, a béreknek nem megfelelő minimum emelkedése, és soroltam, hogy milyen problémák vannak, amivel napi szinten küzdünk. Hát a bal oldala meg a töketlensége. Tehát én még, megpróbálták ezt az összefogás koalíciót, ez nem jött össze. Ezelőtt négy évvel ezelőtt Szigetszentmiklóson az összefogás koalíciónak sikerült bejutatnia egy Egerből jött, általunk nem ismert figurát, többszöri kérésemre, hogy tegye már ki az erkölcsi bizonyítványát, meg a mindenre kiterjedő önéletrajzát nem teszi meg. Elég rossz híreket hallunk, ezen zuhany híradó szintjén, de egyre több bizonyítékunk is van róla, hogy hát nem éppen Istennek tett szőletet ért. Na lényeg az, tehát bekerült egy ilyen ember, aki aztán mindjárt egy hét után, miután megnyert a választást, összeveszett az ő belőle királycsinálókkal, és beledőlt a Fidesznek az ölébe, és a legnagyobb barátok lettek. Tehát most egy ilyen állapot, ami van Szigetszentmiklóson. Nem csak Szigetszentmiklóson, sajnos Csepelen is tudnék olyan politikus mondani, aki körülbelül most a harmadik pártnál, vagy a negyedik pártnál képvisel. Így van, és elveszi azoktól a markáns, a lakosság részéről elvárható fejlesztésektől az időt, mert ez a hatalmi harc és a saját zsebünknek a tömködése. Egész egyszerűen, mi van a bérlakás programmal? Hát itt vagyunk, még itt lieg a nyakunkba a devizahiteles probléma. Hát hány ember érintett ebbe a dologba? De nem kell devizahitelesnek lenni. A fiatalonok a lehetősége, hogy egy fecske lakás programmal, vagy valamivel egy kicsit segítsük őket. Nem kell mindjárt háromszobás lakás. Egy másfél szobás el tudja kezdeni az életét. És egy bérlakás programmal, jelzem, hogy egy bérlakás programmal építeni bérlakásokat, mondjuk Szigetszentmiklós városában, hogy ez pályázati úton, vagy hogy honnan szereznek erre pénzt, ezt mindenki oldja meg. De emeli az adóerőképességet. Hát az jó a városnak. Fizetnek is érteni mi bérleti díjat. A fiatalok el tudják kezdeni az életüket. És soroltam ezeket a problémaköröket, amik mondjuk most specifikusan, mondjuk Miklóson, például csapadékvízelvezetés. Örök probléma. Egész egyszerűen nyakig érünk a vízbe egy nagy. Ebben megváltoztak. Pedig pont ebben az időben meg kellene fogni az ilyen szájos évek alatt. De ugye megváltoztak a meteorológiai állapotok az egész világon, és bizony olyan esők vannak, hogy mondom, nyakig érünk a vízbe. Pedig az is egy sík terület, Szigetszentmiklós. Oké, de az a csapadékvíz elvezetési rendszer, az annak idején 10-20 ezer emberre épültünk, vagyunk 41 ezeren. És ugye, hát azt kell mondjam, és muszáj néha belemenni a részletekbe. Persze. A szikasztárkokat a új lakosok betöltötték, mert ugye ma már 2-3 autós van egy családban, meg kell állni. A 2-3 autónak ugye szűk lett már a szívószál, az átengedő képesség az utaknak. Szélesebb, még egy sáv kellene. Tehát annyi mindennek kéne foglalkozni ennek a városvezetésnek, amivel nem foglalkozik, hogy nagyon úgy gondolom, és itt van Éván, hogy igaza, hogy a civil szervezeteknek eljött az ideje. Most. Eljött az ideje, igen. Kész. Nem kell megfelelni mindenféle országos pártstruktúráknak, meg szentenciáknak, hanem azt, amit a lakosság szeretne.
Így van, és abszolút. Összegyűjteni a problémákat. Most erre mondok egy problémát, éppen tegnap hívtak fel ez ügyben, hogy Csepel központjában ugye épült egy kosárlabda csarnok. Ami hát túl azon, hogy a környező lakók azóta nem tudnak aludni, ugye a zaj terheléstől. Ez nem zárt, bocsánat. Zárt, de mégis. Igen. De 10 emeletes panelházak közé beépíteni egy ilyet, azt gondolom, hogy eleve egy hibás döntés szerintem, abszolút. De mondjuk jó, oké, megépült, jó, rendben van. Igen ám, de most összeszedték az összes létező padot. És most kaptam pont a panaszt, hogy próbáljak meg valamit tenni az ügyben, hogy ott rengeteg idős ember él. Na most akik, ha le is mennének még úgy a csarnok mellé leüldögélni, le sem mernek lassan menni, mert az időseknek azért lényeges az, hogy valahol le tudjanak pihenni, nem mindenki jár tolókocsival, ugye, ahol le tud ülni. Tehát most ezt ebben a pillanatban például, ami kifejezetten egy lakossági igény. És utána tudtál ennek nézni, hogy mi van a padokkal, vagy miért vitték el? Folyamatban van, igen. Tehát remélem, tudom. De azt mondjátok már meg nekem, hogy mitől van az, hogy egy idő után, amikor el akarja magát adni magát egy aspiráló polgármester jelölt, a legszebbeket mondja, jó, persze, tudom, hogy Franyi volt, majd aztán azzá válik, és onnantól kezdve, hogy olyan személyiségváltozásra megy keresztül, királynak, magáénak érzi a területet, úgy gondolja, hogy felszínes dolgokkal, sakkasztalokkal, rollerekkel, meg ilyen. Szóval mondjam, jóléti társadalmak engednek meg magunknak olyan dolgokat, amikor a sokkal markánsabb problémáknak háttérbe szorítja. Nem szabad ilyet csinálni. Hadd mondjak erre neked valamit, hogy ez miért történik. Bocsánat, csak azért akartam mondani, mert a Német Szilárd is ilyen, hogy magának csinált ott egy birkózó csarnokot. Nem csak a Német Szilárdról beszélek. Csak egy példát. Borbély Lénárdnak csinált magának mondjuk egy játszóteret. Igen, tehát itt most nem... Példákat tudnánk sorolni. Igen, lennének példák. De az, amiről te beszélsz, nekem, én mindig azt mondom, mert sokan kérdezték, hogy mi van, mitől változnak meg emberek attól, hogyha hatalmat vagy pénzhez jutnak. Nem változnak meg, hanem kijön az igazi énjük. Igazad van. Nem változnak meg, tehát aki addig... Azt kell mondjam, hogy igazad van. Aki addig is szívén viselte azért jó indulattal közeledett az emberekhez, tök mindegy, hogy 5 forinttal vagy 5 millió forinttal rendelkezik, az amikor 500 millióval rendelkezik, akkor annak megfelelően vagy nagyságrendekben ugyanúgy figyelni fog az emberekre. Nem változnak meg az emberek, csak kijön az eredeti, igazi állarc alatti ényi. Szóval kevés a Széchenyi, aki a pénzéből akadémiát csinált. Ezekből az emberekből kijön az igazi ényük. Abszolút igazán, engednek, hogy ezt plagizáljam, és ezt magamévá tegyem ezt a gondolatvilágot, mert egyszerűen még nem tudtam így megfogalmazni, bár bennem volt ez az érzés. Na, abszolút igazad van. Zárásként arra válaszoljatok, hogyha holnaptól ti lennétek Csepel, illetve Szigetszent Miklós teljhatalmú vezetői, tehát játszunk el a gondolattal, mi lenne az első, amit te megoldanál Csepelen? Hát, na ez azért egy nehéz kérdés, mert annyira, ahogy mondtad, annyira sok kicsi probléma van, ami egyenértékű lenne. Most teljesen mindegy, hogy az előbb említett padokról beszélek, vagy a parkolókról, vagy a nagyobb volumenben ugye a lakásokról, a fiatalokról. Millió dolog. Tehát egy életszínvonal fejlesztés. Abszolút egy életszínvonal fejlesztés. Egy, kettő pedig az, hogy Csepel, én szerintem Budapest egyik legszebb és legszerethetőbb, legkülönlegesebb kerülete, hiszen két oldalról Duna van, vannak 10 emeletes házak, van kertvárosi rész, vannak gyönyörű parkrészek, szóval egy csoda lehetne. Hát akkor most nem is beszéltem a Csepel művekről, meg az egyebekről. A teljhatalmú urat értettem, mégis inkább ezt visszapasszolom. Én azt mondom, hogy ha helyzetbe jövök, akkor Minari Kede mondta a régi idők fociában, hogy kell egy csapat. Igen. Magam köré építenék egy csapatot, aki szakemberekből... Ezt meg én plagizálom. Szigetszent Miklósi élni, halni akarok. Igen. És mondom, és a munkabírásuk pedig a határtalan, a csillagos ég. És abban a pillanatban, ez megvan ez a csapatom, abban a pillanatban a teljeség igénye nélkül, amit az előbb említettem, bérlakásprogram, csapadékvízelvezetés, idősek otthona, anya otthon, ugyanis elmondom, erre nekünk vannak lehetőségeink, mert abban a szerencsés állapotban leledzünk, hogy a Csepel autógyár területe ott van mai napig a Szigetszent Miklós közigazgatásán,
és régi elhagyott ugyan szociál épületek, mint például volt régi rendőrség épületétől kezdve, az ipari öröknek az épületétől kezdve, és sorolhatnám, hogy hány ilyen épület van, amit kis ráfordítással, kis pénzzel, nem a fundamentumtól, hanem egy meglévő épületből ezeket ki lehetne alakítani. És én azt mondom, hogy ezek mellett, amikor ezek megvannak, akkor természetesen jöhetnek a sakkasztalok, meg jöhetnek a rollerek, meg lehet mindenféle olyan napi életminőséget javító, vagy kedvet csináló intézkedések, de addig, amíg ezek, amíg a jövő generációról és a idősebb generációról nem fogunk érdemben, felelősséggel gondoskodni, addig ezek a dolgok csak a második sorba lehetnek. Hajrá, csapatunk! Sok sikert, és hajrá nektek! Köszönöm. Köszönjük! Szépen.